75 esztendővel ezelőtt felszabadult Európa utolsó gettója, a budapesti gettó. Ma erre emlékezünk. Ambivalens érzések dúlnak bennünk, mert maga az apropó, a gettó felszabadulása, ez maga ambivalens. Ott van benne a fájdalom, ott van benne a tragédia, a megfogalmazhatatlan, kimondhatatlan, csak átélhető gyász, és ugyanakkor ott van benne az öröm, a megkönnyebbülés, az élet ünneplése. Those who chose to stay had to face for decades constant hardship of communism following the war, but against all odds, they managed to plant the seeds of Jewish identity for the next generations, who by now made Jewish life in Hungary and elsewhere flourishing once again. This does not mean that the dangers and the threats that Jews were facing before completely disappeared. As the Hungarian proverb says, the evil never sleeps. Today, 75 years after the Holocaust, worldwide anti-Semitism is unfortunately on the rise again. Therefore, we must remember and make others remember what happened here during that dark period of the Second World War to ensure that it won't happen again. A gettót magas deszkapalánkkal vették körül, és december 10-én lezárták. Négy központi kapuját fegyveresek őrizték. A gettóba zsúfolt emberek lélekszáma januárban már megközelítette a 70 ezer főt. Elkezdett különböző zsoltárversekről szerkesztett gyászimát. 75 évvel ezelőtt szabadult fel a budapesti gettó. A szovjet hadsereg megjelenése a borzalmak végét jelentette a gettóba zsúfolt tízezreknek, és az élet reménységét hozta el nekik. Ahogy halad előre az idő, erősödik a kötelességünk, hogy őrizzük az áldozatok emlékét, és ellenálljunk a felejtés növekvő nyomásának. Ezzel párhuzamosan kiemelt feladatunk gondoskodni és segíteni a túlélőkről. A múlttal szembenézve Magyarország összefog annak érdekében, hogy semmilyen nemzeti, etnikai, fai vagy vallási közösséghez tartozó személy ne szenvedje el jogsérelmet. A 75 évvel ezelőtti helyzettel ellentétben ma azt látjuk, hogy a magyar zsidóság egykori méretének, ha csak töredéke is, de mégiscsak számottevő fővárosi közösségként éli tovább mindennapi életét.